Székely László irodalmár költő, előadó művész így emlékezik vissza az idén áprilisban 20 éves Budapest ortofotó kötetére. 20 évvel ezelőtt 2001. április 20-án látott napvilágot Budapest ortofotók című kötetem, felemelő érzés volt számomra a nyomdában 10 köbméternyi könyvem látványa. Mindez nem csoda, hiszen a 10 000 példányban készült mű ötletgazdája, szerkesztője és kiadója voltam egy szemében. Ennyit röviden, aztán jöjjön a többi. A digitális ortofotókat eredetileg térképezési, katonai, műszaki célokra használták. Én is térképészeknél ismertem meg ezt a technológiát, ugyanakkor a közönség előtt ez teljesen ismeretlen volt. 1997-ben, miután már legalább egy éve gondolkoztam rajta, hogy közkincsé kellene tenni, akkor sikerült először ortofotókat megjelentetni, de nem úgy, mint a 20 évvel ezelőtt elkészült Budapest ortofotók című kötetben, hiszen, és ez az évforduló azért nagyon érdekes, mert legalább 3-4 évet kellett azon dolgozni, amíg kialakultak azok az ortofotó térképek, amik atlaszokba, kötetekbe voltak szerkeszthetők. Akik nem ismerik, azok számára érdekes lehet, hogy hasonló a mostani Google működéséhez. Az alapot a kép adja, a tér képe, ami teljes mértékben felülnézeti, ortogonális vetületű, az ortogonális vetületből adódik az ortofotó szakkifejezés, bárhol mérni lehet rajta, és éveken át dolgoztuk ki azt a módszert, hogy hogyan lehet úgy feliratozni közterületnevekkel, tájnevekkel, hegy- és víznevekkel mi egymással, amivel teljesen informatívvá, jól áttekinthetővé és használhatóvá tesszük, és ráadásul az a kép, amit eredetileg látni és láttatni szerettünk volna magáról az épített és a természeti környezetről, az nem sérül, a szépsége ugyanúgy megmarad. A Budapest ortofotók volt az első olyan kötet 2001. áprilisának végén, amelyet könyvfesztiválon mutattunk be, igen, pontosan 20 évvel ezelőtt, és már ezt a módszert alkalmaztuk benne. Pécsről is készült 1997-ben, immár negyed százada lesz hamarosan, egy ortofotó atlasz. A helyszín, ahol beszélgetünk Székely Lászlóval, azért érdekes, mert ebben Pécs összes közigazgatási területét bemutatták már ortofotókon, így ez a helyszín, a Szérüskerti Arborétum is szerepel a kötetben. Ezen a helyen, ahol most ülünk, itt egy parlag, zöld, elhanyagolt domboldal látható, ahol felhagytak a műveléssel, ahol a vadrózsa és a különböző cserjék és gyomnövényeknek a paradicsoma virágzott. És akkor bizony még nem gondoltam arra, hogy akár itt, akár máshol egy arborétumot fogunk a feleségemmel létrehozni. Amikor az ortofotókkal találkozott, egy olyan speciális szaknyelv jött vele szembe, hogy mint irodalmár, aki a szép irodalmi stílust használja, igencsak meg kellett küzdenie vele. Kihívás volt számára ezzel a nyelvezettel megbarátkozni, aztán pedig könnyedén használni. De vajon ő mit is mond erről? Számomra legalábbis ridegnek tűnő, száraz, lecsupaszított, ugyanakkor nagyon precíz, pontos, jó meghatározásokból álló és a szakmát ismerők számára teljesen közérthető nyelvezet volt. Először meg kellett ismernem azt a nyelvezetet, el kellett sajátítanom, de ez mindig izgalmas. Ez olyan, mint amikor egy másik stílussal találkozunk,
vagy hogyha idegen nyelvből fordítunk, azzal is foglalkozom, arra rá kell érezni arra a stílusra, és azt gondolom, hogy akik irodalommal foglalkoznak, talán könnyebben ráéreznek. Ebből szerencsésnek tartom magam. Ugyanakkor az ortofotók használata során magam is elsajátítottam és alkalmaztam ezt a stílust. Sokat kérdeztek róla, interjúkban is, írni is kellett, és ezt az exakt, a szakma által megkövetelt stílust alkalmaztam a továbbiakban. Az irodalmár örömmel és hálával emlékezik most mindazokra, akik szakmai munkájukkal segítettek a Közép-Európában egyedülálló mű az idén 20 éves kötet megalkotásában. Ám hogy kerül ez a memoár a Szérüskerti Arborétum blogjára? Nagyon is egyszerűen. Az ortofotókat tanulmányozva és másokkal is megismertetve szeretett bele az épített örökség és a természeti táj béka perspektívából láthatatlan szépségébe. Még azt fűzi hozzá, bár a Szérüskerti Arborétum létrehozása akkoriban még kósza gondolatként sem sohant el senki felett, területéről nem sokkal később ortofotó készült, mely könyvben is megjelent. Az Arborétum honlapján sok minden olvasható még.